zene nélkül mit érünk mi? Hát még komoly zene nélkül. A mai adásunkban tehát a komoly zenéről, az orgona muzsikáról, az egyház zenéről és a tanításról lesz szó. Főszereplőnk Horváth Márton Levente, zeneszerző, egyházzenész. Hogy én tudom, hogy zeneszerző akarok lenni, de hát azért még csak nagyon zsengék, amiket csinálok, hogy vajon ezzel majd például a középiskolába fölvesznek-e. És nyolcadikban értem el oda, hogy akkor írtam egy női kari Ave Máriát így a semmiből, valamikor a téli szünetben, egy másfél hónappal a felvételi előtt, és akkor meg így föl lehetett sóhajtani, hogy na hát ezzel talán már el lehet menni felvételizni. Tehát, hogy így nem voltak kiugró pillanataim a gyermekkoromban, de az érdeklődés és a motiváció az állandó volt, és mire kellett, addigra tudtam hozni azt a szintet, amire szükség volt. Azt gondolom, hogy ha valaki zeneszerző akar lenni, akkor valami közlendőinek kell legyen. Tehát azt látom, hogy nagyon kellemetlen az, amikor valaki mindenből hozza a kötelezőt. Jók a feladatai a zeneszerzés során középiskolában, megcsinálja jól a stílus gyakorlatokat, mindent megtanul, jó a füle, és hogy akarsz-e mondani valamit. És hogy ez nagyon kiderül a saját kompozícióknál. Akkor is, hogyha egy jó képességű valakiről van szó. És akkor megint egy másik kérdés, hogy van-e stílus az embernek. Azt gondolom, hogy a stílus az is olyan, hogy számon kérhető is, meg nem is. Tehát a nagy szerzőktől már számon kérhető, de mindenkinek joga van zeneszerzést tanulni, aki képes arra, hogy és azért ez egy tanítható dolog, ez egy szakma, ugyanúgy, mint az összes többi szakma. Tehát, hogyha valami alapadottságok megvannak, azért el lehet jutni a konzi végéig mindenképpen, de a zeneakadémiának a végéig is. És hát ott igazából nem lehet az elvárás, hogy valakinek van-e stílusa. És hát egy kollégám egyszer egy ehhez hasonló interjúban azt mondta, hogy szerinte a felnőtté válás zeneszerzésben az 30 év fölé tehető. Tehát, hogy odáig azt mondja, valakinek nem alakult ki a hangja, hát naund. Ez egy kegyelem, hogyha valakinek ennél hamarabb már látszanak az irányvonalai, hogy mi az a zenei gondolkodás, sajátosságok, amire kifejezetten rá jellemző. Mondtad az elején, hogy közlendőnek kell, hogy legyen, mondani valónak kell, hogy legyen egy jó zeneszerzőnek. Neked milyen közlendőd van? Hát ugye most visszadobnám a labdát azzal, hogy az ember azért ír zenét, hogy nem kell verbalizálni ezeket a közlendőket. Hát most próbáljuk meg. Nehéz, nem? Nagyon nehéz. De elég nyilvánvaló, amikor az ember a puding próbálja az evést, tehát amikor hallgatjuk a zenéket, hogy lehet hallani, hogy ezt most izomból írták, feladatként írták. Belülről jött. Uh-huh. Igen. Hát nyilván van egy híres mondás a zenetörténetnek, ez egy nagyon polgárpukkasztó zeneszerző volt, aki tudott, nagyon, nagyon jó önmenedzselő képességekkel rendelkezett, Igor Stravinszkijról beszélek, aki mindig tudott olyanokat mondani, hogy az egész világ hirtelen odafigyelt rá, és neki volt valami ilyen mondata 1920 környékén, hogy a zene nem fejez ki semmit. És akkor persze ebből egy botrány is lett, meg egy szállóige is, azóta is mondjuk, de hát ugye ezt aztán ő úgy kommentálta, hogy a zene az önmagát fejezi ki, nem tud elbeszélni egy történetet, nem tud ábrázolni valamit, ami vizualizálható, hanem önmaga. Ez természetesen az nem azt jelenti, hogy nincsenek benne érzelmek. Adott esetben majdnem ott tartunk, hogy akár epikus is tud lenni, akár ábrázoló is tud lenni, de ezeket nagyon direktben ráhúzni nem szabad, mert elveszti a lényegét. Tehát azért vagy egy olyan keretet ad, ami nem is valós, nem? Így van. Tehát hogy ez egy abstrakció. A zene az hát nagyon különös misztérium. Az egyházzene az
Miként tud 21. századi lenni? Ez egy nagyon fontos kérdés. A válasz az nyilván nem adja magát, vagy szóval sok válasz is lehet, és nyilván én is ezzel rengeteget gondolkodom. Azt gondolom, hogy az egyházzene az egy olyan terület, mint az egész katolikus liturgia, ahol nekünk nagyon, tehát van egy nem terhes, de nagyon komoly örökségünk, aminek első prioritása van. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az ember, ha bármi egyházi dologban gondolkodik, bármi reformban, bármi újításban, azt, tehát ez az élet más területeihez képest is sokkal óvatosabban kell ezt végig gondolni, hiszen az egész egyház története is, gondoljunk bele, hogy ez egy 2000 év, ami mögöttünk van. Még néha a II. Vatikáni zsinatra is úgy tekintenek, mint egy túl radikális reformra, ami túl sok mindent változtatott meg, például a Szent Misében. Aztán persze mindennek megvan az oka, meg az a miértje, és a pozitívuma is. És egy kicsit hasonlóan van a zenével is. És azt gondolom, hogy az biztos, hogy valami állandóságnak kell lennie. És ez az állandóság, ez alapvetően kettős természet, ugye az egyik a szövegek szintjén. Azt gondolom, hogy most azok a reformok, amik itt Magyarországon is vannak, meg szerintem világszerte, próbálnak visszatérni az eredeti liturgikus szövegekhez. Ezek nagyon fontosak, hiszen az elmúlt jó 400-500 évben rengeteg költött szöveg keletkezett. Ugye nyilván ezek énekek szintjén jelennek meg, tehát népénekek, egyebek, amik nyilván tükrözik a laikus híveknek a naív hitét. Ezt a naív hitet, ezt egyszerre pozitív és negatív felhangja is lehet ennek a szónak. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt apránként bekerült a Szent Misébe, hiszen ez mindenkinek a miséje. Tehát azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos törekvés, hogy a Szent Misén mindenkinek otthon kell magát éreznie. De a másik dolog, hogy van a liturgikus szöveg és a liturgikus zene, tehát az eredeti liturgikus szövegek, azok az elmúlt 60 évben sok helyet nagyon háttérbe szorultak. Van a Gregorián, ami az egyház ősi zenéje, ami egyébként nem egy megkövült anyag, tehát hogy nekem az a nagy tanulság az elmúlt évekből, mióta az egyházzene tanszéken tanítok, hogy ott a mesterektől, akik itt már évtizedek óta kutatják a Gregoriánt, azt tanultam meg, hogy ez egy gyúrható anyag, tehát hogy ma is lehet adott esetben a gyakorlathoz igazítani Gregorián dallamokat, és azokat újra hasznosítani. Tehát lehet maivá tenni? Hát lényegében igen. Tehát egy nagyon egyszerű példa, most éppen ez érdekelt engem, hogy a válaszos zsoltár válasza egy kicsit anomália jellemzi Magyarországon ezt a gyakorlatot, ugyanis míg a világ többi részén kialakult egy úgynevezett antifóna dallam, amit a hívek visszaénekelnek, és azok után énekli a kántor magát a zsoltárt a tónuson, addig Magyarországon az egyszerűség kedvéért ezt az antifonát elhagyták, mert nem lett volna hirtelen, aki megírja ezeket, az a 60-as évek második feléről beszélünk, ezért tónuson éneklik a választ is, és tónuson éneklik a... Igen, így szoktuk. Na most eznek történetileg ezt problematikusnak érzik azok, akik értenek hozzá, és benne vannak az egyházzene műfajaiban. És most például fölmerült az a lehetőség, hogy most nem késő megkomponálni ezeket a válaszokat Gregorián antifóna mintájára. Zeneszerzőként is, meg orgonistaként is, meg a templomi zenélésben is
ez foglalkoztat, hogy mitől mai a zene. És az is nyilvánvaló, hogy az egészséges kölcsönhatás lehetőségét elvetni nem szabad, meg hát erre nyitottnak kell lenni. Tehát én például egy néha egy igazi rockernek érzem magam. Tehát, ez miben nyilván? Hát a zenémben. Tehát azt érzem, hogy nekem az egyik nagyon fontos inspirációs forrásom, olyasmi, mint a Bartoknak a népzene, az nekem a 70-es évek első fele. Tehát hogy a rock zenében. Tehát az nekem nagyon sokat ad, és szerintem abban van potenciál. Ez csak egy szegmens, lehetne mások műfajokat említhetnek. Nem gondolom, hogy ezek nem működnek. Azt gondolom, hogy amikor a gitáros ének a templomban megjelent a 60-as évek legvégén, akkor az néhány évvel a II. Vatikáni zsinat lezárulta után, hát az valahol szükségszerű volt, meg érthető, és akkor az ott nyilván hát jónak tűnt. Nagyon érdekes, hogy az a generáció, az most már nagypapa, mint nagymama, akik akkor ebben részt vettek. És szerintem nem egyértelmű, hogy ez vezete ahhoz, hogy a ma fiatalokat megszólítsuk, ez a tábortüzes hangulat. Próbálja meg 3/4-ben. Ez sokkal egységesebbnek érzem, mint az előzőt. So far it iré, mondjuk így. És akkor itt ezt én kivenném, nem kell az 5. fok, hanem első fok legyen a felütés is, talán C. Valamit kitalálunk, de itt az F szerintem szólaljon meg. Vajon a világi zene, világi komoly zene, az hogyan tud kapcsolódni egy szakrális térhez, akár egy templomhoz, vagy egy szertartáshoz? Egy elmélkedéshez, imához. Hát hirtelen az jut az eszembe, hogy ezek évszázados kérdések, és hogy néha föltűnik, hogy a bécsi klasszikának a zenéje feltűnően vidám, és Haydnnak volt egy mondása, mert már őt is kritizálták annak idején a kortárs egyháziak, hogy túlságosan világi a zenéje, hogy érdekes, amikor a jó Istenre gondolok, nekem mindig jó kedvem lesz. Tehát ez egy nagyon fontos és aranyos mondat Haydntól, de hogy ez egy visszatérő kérdés, és hogy a klasszikát már túlvilágiasnak találták, és akkor jött az operának a hihetetlen divatja, és ez elment odáig, hogy a 19. század közepén már egy egyházi műben is gyakorlatilag operaáriákat énekeltek. Azt, hogy óvatosnak kell lenni. El tudod képzelni, hogy van két halmaz, ugye van a világi zene és a szakrális egyházi zene, és hogy ez a két halmaz valahol találkozik? El tudom, mindent el tudok képzelni, egész egyszerűen azért, mert azt gondolom, hogy ezeket szintén, ahogy a beszélgetés egy korábbi szakaszában erre utaltunk, most ez kicsit beképzeltnek is hangzik meg, fellengzősnek is, tehát a Szentlélek azt nem tudjuk, hogy hol munkálkodik. Tehát az bármiből bármit képes, meg tud szelidíteni bármit, és meg tud javítani bármit, és azt gondolom, hogy a zenével is így tudja tenni. Tehát én abszolút el tudom képzelni. Nem tudom, hogy lesz valami szakrális zene, de azt gondolom, hogy valami indulatmentesség kell, amit mondjuk már Beethovennek se sikerült, tehát hogy egy Beethoven mise sem igazán indulatmentes tempóban. Aha. Érdekes, hogy pont Liszt, akinek nagyon megvolt a világi arca is, ő neki elég jó érzéke volt ahhoz, hogy újra gondolja a 19. század közepén az egyházi zenét, és valamire ráérzett, hogy mi az a lelkület, ugye a reneszánszhoz fordult igazából vissza egy picit, ami a liturgiában alkalmas. De azt gondolom, hogy ha nem tévesztjük szem elől a Gregoriánt, és a Gregoriánnak a karakterét, és ez mint egy ilyen fénypontot lebeg bármilyen zene írásakor, mint eszmény, akkor nagyon nem téveszthetem el. Thank you.
Én a magam részéről például, mint zeneszerző, ebbe úgy tudok még belenyúlni, hogy a harmonizálást azt nem tudok, nem akarok buta szót használni, korszerűen végzem, de egy finoman modern harmonizáció ezt mégis maivá tudja tenni, és félreismerhetetlenül 21. század elejévé. Itt is nagyon, nagyon arányosnak kell azt gondolom lenni, tehát sok organista esik abba a hibába, hogy ő majd megmutatja, hogy ma is a kortárs zenének létjogosultsága van a templomban, és oda fogja a megfelelő diszonanciákat. De hol a határ, hogy mi való oda, és mi nem? Nem tudom, hát valami. Nem? Ezt szerintem tankönyvben nem lehet leírni. Nem, ezt érezni ezt kell. Valószínűleg érezni kell, és egyébként a meredekebb dolgoknak is meg lehet időnként a maguk helye. Nem véletlenül ülünk itt a Servita téren, te ebben a templomban vagy a kántor. Te ugyanakkor meg azért is, mert jelen vagyunk a társadalomban, tehát jelen kell legyünk a társadalomban, ugye? Vajon az egyházzene, ez a fajta egyházzene, amit te kezdeményezel, az mennyire tud jelen lenni a világban? Mennyire tud, most nagyon nagy szavakat használok, misszióként működni? A forgalom, a zene, a flex és a hétköznapi valóságban. Hát nagyon nehéz Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy ez így működjön, ahhoz ki kell jutni a templomból. Egyelőre még az első kérdés az, hogy a templomban helye van-e, és ezért ez egy dupla kihívás. Ezt egyébként hasonlít ahhoz, most elterelem a témát, hogy a klasszikus zenében a kortárs zene. Tehát, hogy sokszor azt érzem, hogy kettős frontvonal előtt áll a szakmám itt is, a templomban, meg a zeneszerzőként is, mert hogy várom el, hogy a nagy közönségért csak mit csinálok, amíg a klasszikus zenészeknek is nyilván a kortárs zene szükségszerűen új. A Gregorian azért ennél befogadhatóbb, és szerintem egyébként nem, tehát itt Budapesten biztos, hogy ez egy teret nyert, és ezt elfogadja a híveknek a nagy része. Kicsit azt gondolom, hogy ez a hátul mögött levő kép, ez egy szimbólum, a szálloda meg a templom az összenőtt szállodával. A modern szállodával. Igen, mert azt gondolom egyrészt, hogy építészetileg ez rendkívül jól sikerült. Jó, mindenkinek meg lehet arról a véleménye, hogy miért egy szálloda meg egy templom van így összeölelkezve, de építészetileg nagyon rendben van, és azt gondolom, hogy ez akár egy példa lehet arra, hogy a modern és a tradíció, az a sok minden, amit elmondtam az elmúlt ezer évekről a szövegek a Gregorián, illetve nem csak ez, hanem az egyházzene évszázadai, tehát ebbe belefér a Mozart mise is, az hogy kapcsolódik azzal össze, hogy egy mai zeneszerző ehhez mit ad hozzá, és hogy én mondjuk, hogy tudok úgy új műveket ide komponálni, hogy azok a liturgiában illeszkedjenek, és szóval kicsit úgy tényleg úgy tekintek erre a hátunk mögött levő képre, mint egy ilyen szimbólumra, ami egy példa lehet. Miért az orgona lett a templomi hangszer? Igen, ez nagyon talányos, annál is inkább, mert hogy még az ókorban a gladiátor viadalok kísérője volt. Tehát, hogy ez volt egy váltás. Ez egyébként, elég éles váltás. De ahogy említettem, tehát hogy a Szentléleknek vannak ilyen dolgai, igen, hogy így akarja, átfordítja. Úgy tűnt, hogy az orgonát kiszemelte. Szerintem pont azért, amiért a Gregoriánt is emlegettem a neutralitása miatt. Tehát ez nem egy olyan hangszer, mint egy hegedű vagy egy fuvola, hogy nem igazán emberi és nem igazán emberi érzelmek kifejezésére alkalmas. Tehát leszoktak minket egy kicsit nézni.
zongoristák főleg, de mások is, hogy ilyen gépészek vagyunk, hiszen ez nem egy hangszer, itt csak nyomogatni kell a gombokat. Nekem az a finomság, amit egy hegedűsnek, egy zongoristának, egy fuvolistának kell produkálnia, vagy a szájával, vagy az ujjával, az szinte ismeretlen egy orgonistának, nincs úgy a dinamikát, azt alig tudom befolyásolni. Inkább érzeteket tudok megtenni. De a lényeg, hogy az orgona emiatt... Szóval nekem volt egy olyan definícióm egyszer korábban, hogy ez nem az emberi, ez az isteni érzéseknek a közvetítője. És tehát, hogy az a fajta, hát nem mondom, ez neutralitás ebben az esetben nem jó szó, de valami, ami ezektől a földi gondoktól, szenvedélyektől egy kicsit elrugaszkodik azáltal, hogy hát egy örökké szóló hang, tehát hogy most kikapcsoltam a motort, hogy ne zúgjon, de most leütném ezt az akkordot. Hát vagy kell hozzá egy fújtató ember, vagy egy motor, tehát jó, nyilván nem megy semmi magától, de hogy ezt azért a legtöbb hangszer nem tudja, ezt az örök állapotot előidézni. Hát azt hiszem, hogy a tanításban a lelkesítés számomra az a fókusz, ami miatt ez érdekel, hogy nekem itt igazából az a feladatom, hogy minden pozitívumot észrevegyek, és azt megerősítsem. És hogy azért szeretem, mert ezt általában a tanár visszakapja a diákoktól a szempillantásaikból, hogy ezt, amit én adtam a megerősítés által, azt ő hálával valahogy. Nem egy ilyen hosszú távú dolog, ez általában szerintem lezárul ez a kölcsönhatás a tanulmányok végével, tehát nem arról van szó, hogy itt ez egy 10 éves távlatokra gondolok, de arra a rövid időre, amíg foglalkozom egy diákkal, addig mindig úgy érzem, hogy ez egy nagyon szép csere. Mitől válik egy zene mélyé? És nem a hangszínre gondolok nyilvánvalóan. Nem tudom. Ez nyilván ezek nagyon jókat szokták kérdezni, amikre nem spontán szokott érkezni a jó válasz. De talán egy ilyen dolog lehet az, hogyha egy valami sokrétű. Most mielőtt jöttetek, meghallgattuk a Stravinsky-tól a 3 darab szóló klarinétre című darabot, és arról beszéltünk, hogy milyen érdekes, hogyha egy nagyon vidám, nagyon üde darab, amint volt, hogy elnevették magukat egyes pillanatokban, mert vicces volt. Miközben az egész darab egy viszonylag hosszú várakozással indul, egy olyan első tétellel, ami nem nagyon tart sehova, és nem következik belőle az a ilyen kitörő aktivitás, ami a második tételtől jellemző a darabra. És hát arról beszéltünk, hogy ha valaminek több rétege van, az már önmagában egy értékhordozó. És akkor hoztam példának, mondjuk 2 olyan alkotót említettem, akik nagyon jól befogadhatóak, az egyik Mozart, a másik József Attila, hogy tipikusan olyan alkotók, akik az egyszerű ember is megért, és annak is tud valamit mondani, de még senki nem csalódott bennük, ha lejjebb ásott. Tehát, a mélysége ugyanúgy megvan egy Mozartnak, mint... És hogy valójában ezek a nagy titkok, de hát ezek nem igazán taníthatóak. Tehát, igen, de ezekben nincs definíció. Ne, az már önmagában egy jó jel, hogyha valaki nem a népszerűséget célozza meg. Nem bűn népszerűnek lenni, de nagyon... Tehát, hogy azért azt látjuk mindannyian, hogy a világhálón is, tehát, hogy hány követőm van, hogy hányan nézték meg a videót. Minél tartalmatlanabb, minél borzalmasabb, hígabb dolog, annál valószínűbb, hogy lesz több millió ember, aki azt nézni fogja. Tehát, hogy ez nem lehet szempont. Tehát, hogy ha már egy olyan célja van, ami aki saját ügye, amit fontosnak tart, az, és nem az érdekli, hogy ezért hányan csápolnak, akkor már egy irány vált, ami szerintem jó fele vezet. Thank you.